De nem önök szedték le akkor. Ez az én véleményem. Szerintem... Ez a leszbikus egyesület kiadott egy Meseország mindenkié című, tulajdonképpen mesekönyvnek álcázott LMBTQ propaganda kiadványt. Arra is emlékezhetünk, hogy a Mi Hazánk mozgalom annak idején tiltakozott ez ellen, országgyűlési képviselőnk Dúró Dóra igen markáns formában fejezte ki, hogy a homoszexuális királyfiknak nincs helye a gyermekeink közelében. Tulajdonképpen azóta gyűlölködnek, visítoznak ellenünk. De hogyha mi akkor nem szólunk erről, akkor gond nélkül folytathatnák a bújtatott homoszexuális propagandát, hiszen még egyszer mondom, itt a borítót, ha megnézik, nem látszik, hogy milyen tartalommal bír, és a Mi Hazánk mozgalom missziójának, amelyet a normalitás érdekében folytat, igenis van eredménye, hiszen most már eljutottunk odáig, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság kötelezte a kiadót arra, hogy ezt a könyvet lássa el egy megkülönböztető jelzéssel, ami arra utal, hogy a hagyományos nemi szerepektől eltérő magatartás formát mutat be. Ők ezt elutasították, amit én, mint apa mondok, hogy felháborító, mert nyilván én nem olvasok ilyet a gyermekeimnek, viszont azt sem akarom, azt sem akarjuk, hogy más szülők, gyanútlan szülők belefussanak ebbe, mert ugye nincsen rajta feltüntetve. Úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom azt mondja, ha ők ezt nem hajlandóak megtenni, ám legyen, akkor besegítünk nekik egy kicsit, hogy hogyan is képzelnénk el, hogy milyen megkülönböztető jelzést kellene rátenni. Itt ezen a matricán az áll, hogy figyelem, a könyvben homoszexuális propaganda található, úgyhogy ezt most én ide elhelyezem. Tehát így azért már látható lenne, hogy milyen könyv az, amit a gyanútlan szülő a kezébe vesz, és vélhetően gyorsan vissza is tenné a polcra. És még egy dolgot el kell mondanunk, eredetileg az volt a tervünk, ezt így közben mutatom, hogy bemegyünk ide a könyvesboltba, ahol árusítják ezeket az LMBTQ propaganda kiadványokat, ám nyilván eljutott hozzájuk a sajtótájékoztatónk híre, és roppant gyáva módon bezárták ma délutánra az üzletet, sőt, még ki is írták, hogy felvételeket sem forgathatunk. Semmi probléma nincsen ezzel. Meg fogjuk oldani, meg fogjuk találni annak a módját, hogy kicselezzük őket, és ellássuk ezekkel a matricákkal ezeket a homoszexuális propaganda kiadványokat. Köszönöm szépen a figyelmet! Budapest főváros kormányhivatalának meghatározása alapján a Labrisz Meseország mindenkié című könyvével tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat. Hogy nyilvánvaló legyen, miről van szó, ezt kifejtette Lantos János is, gyakorlatilag homoszexualitást és egyéb nem heteroszexuális tartalmat propagandaszerűen mesekönyve bújtatva kínálnak gyermekeknek. Úgy gondoljuk, a Labrisz ezzel a gyermekek egészséges fejlődését veszélyezteti, hiszen az ókortól napjainkig megegyeznek a szexualitás témakörének szakértői véleményei abban, hogy a szellemi és a nemi érettség gyermekkorban nem következik be, folyamatos változás áll fenn. Tulajdonképpen 22-23 éves korunkban történik meg a test egészséges fejlődése képpen a nemi és a szellemi érettség. Kiskorúakra tehát a normalitással ellentétes szexualitásról bármiféle pozitív vagy semleges említés negatív hatást gyakorol. Pusztán a 20. század szexuális forradalma után következett be az a különböző nyugati professzorok által adott vélemény, hogy ez nem így van. A 70-es években Németországban például Helmut Kentler az óvodai és az iskolai szexjátékok bevezetését is támogatta, de például Uwe Ziegler, aki a pedofília természetességéről értekezett könyveiben voltak éppen akkor tartja ezt legtermészetesebbnek, hogyha szülő és a gyermek között következik be. Mindebből kiindulva, félő, hogy az ártatlanságukkal védekező LMBTQ szervezetek, mint amilyen jelen esetben a Labrisz, voltak éppen bárány bőrbe bújt farkas. Erről árulkodik a magyar gyermekek ellen indított támadásán túl
az is, hogy a magyar nemzet beperelése jó hírnév megsértése vádjával történt, de tulajdonképpen ez a vád a Labriszt illetné. Miért is? Mert a magyar gyermekek támadását követően most már a magyar mese kultúrát is támadják, hiszen a VUK vagy éppen frak meséinket támadják a megtévesztő jelzőt használva. A fogyasztó védelmi főosztálynál azon az alapon támadja a Pride, a háttértársaság, a Labrisz, a Prizma, például VUK-ot, hogy a mesében nagybátyja egyedül neveli őt. A magyar mesékben igaz, hogy megjelenik a tökéletes családmodellen túl, ami a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges, többféle családmodell, ami sajnálatos módon megtapasztalható napjainkban. Így például elvált szülők, vagy éppenséggel elhunyt szülők. De nem jelent meg sohasem heteroszexualitástól eltérő irányultság. A magyar mesék, mint az kitűnik, a mindennapokban megtalálható problémákban kíván segíteni a fiataloknak, így én megértem, hogyha a Meseország mindenkié könyv szerkesztőjét is ez a jó szándék vezérelte. De ahogy már említettem, kiskorúak szexuális irányultsága könnyen befolyásolható, elbizonytalanítható. Így előfordulhat, hogy egy heteroszexuális gyermek irányultsága is megváltozhat. Aki nem heteroszexuális, úgy gondolom szellemi és nemi érettségét követően képes eldönteni, hogyan kívánja élni életét. De kiskorúaknak nem heteroszexuális nem irányultságról vagy negatívan, vagy pedig semmilyenképpen nem szabad beszélnünk. Ha jól gondolom, az LMBTQ szervezetek az utóbbit választanák. De úgy gondolom, hogy mindezzel, ezzel az okfejtéssel talán egyértelművé válik, hogy mi nem a gyűlölettől vezérelten cselekszünk, hanem szeretettől vezérelten, a gyermekvédelem nevében cselekszünk. Na de visszatérve, a magyar kultúra részét nem képezhetik LMBTQ propaganda anyagok. A nevelési, oktatási és kulturális intézmények nem nyithatnak ajtót ennek a báránybőrbe bújtatott farkasnak. Mert ahogy a magyar népmesékből is megtanulhattuk már, a farkas, ha az egyik lábát beteszi, azzal nem elégszik meg. Mi lesz a következő? Tehetjük fel a kérdést. Az óvodai szexjátékok, vagy iskolai szexjátékok, vagy egyből a pedofíliára térünk át? Én úgy gondolom, hogy a megfelelő tájékoztatást követően hagyjuk meg a döntést a szülőknek, ők mérlegeljenek, hogy megéri-e a kockázat. Nem tartom helyesnek ennek a könyvnek a megjelenését, de hogyha már így alakult, akkor, ahogy nagyon helyesen mondta Lantos János, kerüljön fel a 18-as figyelmeztető karika mellett a tartalom jellege. Még ezt hozzátenném, hogy egyébként a Mi Hazánk és a Mi Hazánk ifjai a gyermekek nemi irányultságát veszélyeztető tartalmak helyett elsődlegesen a felelősségteljes családtervezésre és gyermeknevelésre készíteni fel az ifjúságot.